Szinte már végleges kerettel bombaerős ellenfelek ellen teljesíti a 2022-23-as szezon rajtjáig tartó felkészülési időszakot a DVTK Jeges Medvék. Hazai élvonalbeli és szlovák extraligás ellenfelekkel találkozik az előszezonban Tokai Viktor vezetőedző együttese. Ebben a 6 mérkőzéssel tarkított felkészülésben az egyetlen hazai jégen vívott meccsüket a Gyergyói Hoki Klub ellen játszották a Miskolci Pirosfehérek. Kassán kezdte, majd a Gyergyó ellen folytatta a szereplését a DVTK, és hasonlóan nehéz ellenfelekkel szemben megy majd tovább a Miskolci Pirosfehérek felkészülési programja. Augusztus 19-én pénteken a Medvék ennek a felkészülési mérkőzés sorozatnak a második állomásaként a Gyergyói Hoki Klub ellen léptek hégre a Népkerti csarnokban. Az előszezonhoz képest szépen megtelt a lelátó, ami már csak azért sem volt meglepő, mert egyrészt szeretik csapatokat a miskolci szurkolók, másrészt pedig a fehér-pirosban látható Gyergyói Hoki Klub elleni erőpróba volt az egyetlen alkalom, hogy a Népkertben láthatták kedvenceiket a szurkolók. Augusztus 20-án ugyanis pénteken a Szepesvár, 30-án a Liptó-Szent Miklós, szeptember 3-án a Debrecen, majd szeptember 8-án a Zólyom csapatai látják vendégül a Jeges Medvéket. Ez az ellenfél névsor a még formálódó Medvéknek lehet, hogy nem hoz majd győzelmeket, de rengeteg hasznos tapasztalatot mindenféleképpen, ami később majd az alapszakasz során nagyon komoly segítségére lesz a DVTK-nak. A felnőtt csapat futószerződéssel rendelkező tagjai 3 saját nevelésű U21-es tehetség mellett ott voltak az új igazolások is a jégen. Így a népkerti publikum láthatta Maxim Petko, Páterka Bence, Valentin Razumnyak, a visszatérő Vas János, Vladislav Kulesov, Adam Jombik, Jan Blaskó és Jesper Ilveszó teljesítményét is az új szezon egyik, a végső győzelemre is esélyes együttese ellen. A Gyergyó elleni 3-3-ra rátérve a már Galanis Nikandrosszal és az Noimo korábbi kapusedzőjével kiegészülő miskolci szakmai stáb Tokai Viktorral az élen azt láthatta, hogy az első harmad végére egyre jobban szorongatta ellenfelét a gyergyói együttes, amit a 3 perc alatt ütött 2 góljuk is jelez. A második 20 perc kezdése pedig hasonló koreográfiával indult, de itt már a Medvék domináltak, akik szintén 3 perc alatt ütöttek 2 gólt Rasmus Rinne kapujába. Itt kell megjegyezni, hogy mindkét kapus komoly védésekkel segítette csapatát, és ahhoz, hogy újabb gól legyen, egy rossz döntés is kellett, ugyanis a játékvezetők elengedtek egy lesállást, amiből harmadik góljukat jegyezhették a vendégek. A zárójáték rész is kiegyenlített játékot, küzdelmet hozott, de gólt szép akció végén csak Szilasi Zoltán együttese ért el. Így pedig végül a Gyergyói Hoki Klub 5-2-re nyerte meg a DVTK Jeges Medvék elleni miskolci felkészülési mérkőzését. Támadásban az látszik, hogy van elég potenciál bennünk, hogy tudunk sok gólt lőni. Második harmad nem tetszett, mert 2-0 tudatában azt gondoltuk, hogy itt majd még lövünk egy 4-5-öt, és elkezdtünk a semleges zónába főleg eladogatni korongokat, amiből jött kiállítás, meg az első gólja az ellenfélnek a kék vonal alatt nem sokkal, ott egy rossz megoldás. Bonyolítani kezdtük, egyénileg kezdtünk okizni. Ez egyébként, amikor van egy magas támadó potenciálú csapatod, akkor ez benne hordja magába, hogy az individuumok és az egók nagyon magasak, és elkezdenek olyan dolgokat csinálni, ami nem biztos, hogy egy csapat sikerét segíti elő. Ez nagyon nem tetszett, és is mondtam nekik, hogy gratulálok, mert az a Miskolcon lőni 5-5, ez egy komoly dolog. Jó kis csapata volt az ellenfél. Viszont még egyszer mondom nekünk, most ilyenkor fokozottan a hibákra kell koncentrálni edzőknek, mert ugye szeretnénk kiegyenesíteni ezt a játékot napról napra, időről időre. Az is látni, hogy még hullámzóak vagyunk fizikálisan, nem azért, mert nem vagyunk erősek, hanem inkább túlterheltek vagyunk, és ezáltal nem egyformán tudjuk a tempunkat. Nem az, hogy tartani, inkább szabályozni, de erre is van egy csomó idő még. Ráadásul most egy olyan ellenfél következik a jövő héten, akinek feltehetően lényegesen komolyabb csapat, mint mi vagyunk az Érsekújvár, és sokat leszünk korong nélkül, tehát azt a részét is fogjuk tudni tesztelni, illetve egy ilyen, mint a jövendőbeli ellenfél, egy ilyen ellenfél ellen, ha van korongunk, akkor azt mennyire fogjuk tudni hosszan birtokolni. Ez lesz a következő kihívás. Mindenesetre elsőnek ez nem volt rossz meccs. Második hét végét járjuk, azt gondolom, hogy
sok mindenbe többet is kaptunk, mint amit vártunk, de ugyanakkor rengeteget kell még dolgoznunk, hogy tovább tudjunk fejlődni. A változatlanul nagyon fiatal, de a játékban már egyre szebb megoldásokat, jó hozzáállást produkáló Jegesmedvék vezetőedzője is értékelt a népkerti találkozót. Gondolatait a mérkőzés előtt csapata számára megfogalmazott elvárásaival kezdte. Nagy energiával kezdjük a mérkőzést, ne illetődjünk meg, és vegyük a kezünkbe az irányítást. Na most ehhez képest túlzottan tiszteltük az ellenfelet, nagyon sok területet és időt hagytunk neki, nem voltunk elég agresszívak, és ezáltal az első harmad olyan kicsit feladott volt. Aztán utána én azt hiszem, hogy a második harmadtól teljes mértékben megváltozott a játékképe. Rájuk tudtunk menni, rájuk tudtuk erőltetni a mi akaratunkat, ennek is volt köszönhető az, hogy sorra dolgoztuk ki a helyzeteket, kaptuk az emberelőnyöket, amit gólra tudtunk váltani, visszajöttünk a meccsbe, és nagyon sokáig úgy állt, hogy a következő gól az a miénk lesz, és közelebb is álltunk ehhez, mint az ellenfél, de egy ilyen rossz eladott korongból, nagyon rossz pillanatban megint előnyhöz jutottuk az ellenfelet, és a harmadik harmadban megint azt gondolom, hogy az történt, amit mi szerettünk volna, és két ellenakcióból megvertek minket. Én azt hiszem, hogy összességében a második és a harmadik játéknak az energiaszintjével és az elkötelezettségével azzal rendben lehetünk. A kezdéssel nem feltétlenül, sőt, azt kell mondjam, hogy nem. Ennél sokkal több kell, hogyha meg szeretnénk alapozni a mérkőzés hátralevő részét, és a helyzeteinkkel és magával a koronggal is jobban kell tudnunk bánni. Nagyon sok volt az eladott korongunk, sok volt a technikai hiba, ami azt hiszem, hogy a szezon ennek a szakaszában biztos, hogy ez benne van a játékban. Itt az a kérdés, hogy erre hogyan tudunk reagálni, és maga a reakció jó volt, a kivitelezés kevésbé, de hát azért azt is látjuk, hogy tényleg a csapat fele kicserélődött, és még a részleteken nagyon sok minden van, amin dolgozni kell, és erre van 4 hetünk. Úgyhogy semmilyen szempontból nem csüggedünk, nem érzem azt, hogy ez egy 5-2-es mérkőzés lett volna, hanem ez egy szoros kiki meccs volt, és bármilyen irányba a gólok után, amikor miután visszajöttünk a meccsbe, eldőhetett volna a találkozó. Úgyhogy megyünk tovább, és egyre jobban feljebb tesszük a lécet. A felkészülés szakaszában pedig az egyértelmű volt, hogy mindig valahogy erősebb csapattal szeretnénk játszani, pont azért, hogy a hibák azok ne mismásolódjanak el, hanem egész egyszerűen kidomborodjanak, mint az ez történt a mai mérkőzésen is, és pont ezekből a hibákból szeretnénk tanulni, mire eljutunk a szezon kezdésig, hogy ezeket a hibákat kiküszöböljük, és rendre sokkal jobbak legyünk. A csapatépítés nehézségei mellett van még egy olyan tényező, amit a vezetőedzőknek is tanulniuk kell még. Ez pedig nem más, mint az Erste Ligában bevezetett új pontrendszer. Ennek lényege, hogy ösztönözzék a csapatokat a fiatal játékosok fejlesztésére, szerepeltetésére. Az érkező légiósok pedig megfelelő minőséget képviseljenek, és megfelelő legyen az arány is egy-egy csapaton belül a légiósok és a hazai égkorongozók között. Más és más pontértéke van a 23 év alatt és annál idősebb hazai játékosoknak és a légiósoknak is. A csapatokat, a kereteket pedig úgy kell kialakítani, hogy a meghatározott felső és alsó ponthatár között maradjanak. Ez így egy külön kihívás majd a szakmai vezetés számára. Nehéz erre konkrétan választ adni, először is látni kell az ellenfeleket, hogy ők hogyan sáfárkodtak ezzel a pontrendszerrel, bár nyilván nézek és nézünk az edzői stábbal ellenfeleket is. Tegnap épp a Debrecen dabmeccsen voltunk, de megnéztem a Mac Mialoce mérkőzést is. Szóval azért próbálunk minél több információt gyűjteni az ellenfelekről, de az látszik, hogy rengeteg légióssal töltötték fel a ligát, úgyhogy közelebb kerültek egymáshoz a csapatok, és minden mérkőzésnek óriási, és minden pontnak óriási jelentősége lesz a szezonban. Nálunk még azt gondolom, hogy van még hely. Itt most az lesz a kérdés, hogy ezt fel tudjuk-e tölteni, vagy sem, és így nekiindulunk. Hogyha igen, akkor annak örülünk. Kicsit nehézkes lesz, hogy a szezon ebben szakaszában még valakit beépítsünk, de ez sem lesz annyira, én azt gondolom, nagy kihívás abból a szempontból, hogyha ezzel a csapattal maradunk, és esetleg nem jön senki, akkor nyilván ezzel megyünk neki, és akkor is örülünk. Ha esetleg jön valaki erősítés, adott esetben, hogy ne fogjunk el a szezon végére, mint ahogy az történt tavaly, akkor pedig annak is örülünk, és akkor annak az irányába dolgozunk, úgyhogy nem a kifogásokat keressük sem egyik, sem másik oldalról, hanem inkább azt, hogy hogyan tudunk abban az adott helyzetben a legjobbat
a legjobbat kihozni, és minél több jégidőt adni azoknak a játékosoknak, akik esetleg, akiktől szeretnénk azt, hogy előre lépjenek ebben a szezonban. Végül pedig a már említett új fiúkkal kiegészült új keretről faggattuk a szakvezetőt. Nem kevés edzés és két edzőmeccs tapasztalata eddig milyen képet mutat? Két teljesen különböző mérkőzést játszottunk. Ugye Kassa ellen nem mi voltunk feltétlenül az irányítóak, a védekezésen volt a hangsúly, és ezt így is szerettük volna, ott egész jól működtünk, ott a speciális egységeinknek volt némi restanciája. Ma már többet birtokoltuk a korongot, és arra voltunk kíváncsiak, hogy ezzel mi mit tudunk kezdeni. Úgyhogy én azt hiszem, hogy összességében azok a játékosok, akik itt voltak tavaly is, és már összecsiszolódtunk, azok mindenképpen léptek előre, és azok, akik pedig jöttek, azoknak pedig az lesz a kérdés, hogy ez hogyan tud az egész összecsiszolódni, és minél rövidebb idő alatt összecsiszolódni, de mondom, erre van azért még 4 hetünk, és 4 felkészülési mérkőzésünk nálunknál jobb csapatok ellen, hogy ezeket tudjuk orvosolni, és fogjuk is. Az Erste Liga 2022-23-as idényét szeptember 16-án az Újpest ellen idegenben kezdik meg a Medvék, akik szeptember 18-án a székesfehérvári FEHA 19 csapata ellen mutatkoznak majd be, tétmérkőzésen is hazai közönség előtt.